megérkeztünk Óbányára. Parkoló. Megkezdjük a mai napi túránkat. Arrafele fogunk elmenni völgybe, de először Óbányai kilátót nézzük meg. Információs táblán minden látható. Hát akkor megpróbáljuk a tavaly őszi kilátott túrát megismételni, ami nem sikerült. Ősszel nem volt a patakban ennyi víz. Tele volt itt almával. És a kilátó. A domboldal teljesen virágba borult. Virágzik a primula. Az eredeti primula. Kilátótúra után a hosszú völgybe készülünk. Ó, de fúj a madárka! Hol vagy? Köszönnek ám! A kapu be van zárva, de be lehet jönni rajta. Na, valami itt is virágzik, ez is, ez meg hunyor, nem? Azért lesz egy kis szél, ma úgy érzem. És akkor itt kell elmenni balra a fotballpályánál. Ha egyenesen tovább megyünk, az a réka várhoz vezet. Mennyi madár van most már? Fölébredtek. Az a Rékavárhoz vezető út. Ébredezik a természet, és ez milyen virág ez a kék?
Van belőle, oda néz a domboldalon, milyen sok. Mészkő rétegek a... Ma rengetegen lesznek a völgybe, a patakparton is a vizesés felé. Jöztök, mensztek? Hát még egy kicsit sáros, de tűrhető. És közel felvétel a Primuláról. A Primula. Mi a másik neve? Kulcsvirág? A virágos kert, a mecsekbe, keletmecsek, óbánya és környéke. Valami kecske jött erre. Kilátóhoz vezető jelzés és az út. Na jó, maradok. És megérkeztünk a kilátóhoz. És a kilátó. És felértünk a kilátóba. Előttünk óványok. És van a távolban a patakpart. Ott a völgy pisztángostól. Visszaérkeztünk Óványára, megyünk a ferdevizesés, vadvirágforrás, békeforrás, kisújbánya, útvonalon is a cigányforrás, cigányforrás, cigánykilátóhoz. Hát a végig a falon. Üvegesek útja. Hosszú heti, Pécsvár, Püspökszent László, Pusztaványa, Zobár puszta, Réka völgyi, Zengővár,
Óbánya, kisújbánya, mecsekmálasd. Óbánya, egy gyönyörű szép kis régi házak. Kut. Odorárium illatos ház. Ez pedig a milyen virág? Ne felejts! Kötörő. Még a kövön is. És ez? Csak egy kis kód. Az tulipán. Milyen tulipán? Érdekes. Hangulatos kis utca, igaz? Ezekkel régi házakkal. Olyan igazi pihenőhely. Hát a falusi szimfónia megkezdődött, láncfűrész szólóba. Hozzá csatlakozik a ütősök, a balta, és majd adják a szimfóniát. Aranyeső is gyönyörűen virágzik. És még a nap is süt, ha bár éppen most túszott elé egy fel. Még lesz víz a patakban, reméljük. Meg tudod az alkim egy kicsit? Én? Meg? Nem kell meg. Gyere, meg. A kék túra útvonalán megyünk fel Patakvölgyén keresztül Kisújbányára. Na most ki a báj? Pisztráng ételek, és még számos finomság. Jó van, frankon belementünk képbe. Nem baj. Vagy maradj le tőlünk, hogy ne akadályozzunk a film felvezetőnket. Ibolya és valamilyen boglárka. Ne menj oda az árnyékra, úgy? Nem menj közel, Gergő, most egy picit, jó? Egyik.
szereti a világos rétet. Visszavonhatatlanul itt a tavasz. Itt van egy pihenő is, ahol lehet kajálni. Meg végig virágos dombolda. Cigányhegy, 4 kilométer, odáig elmegyünk. Rékavölgy, belátó, kilátó, ott voltunk fent, Óványa, ferdevizesés, Rékavár. Már most a Rékavárhoz nem megyünk el. Itt a pisztrángostól, látod? Mondtam én, hogy itt van valami kajálda, itt szerettem volna ennie. De hát ott is jó volt. Igen, oda sütött a nap. Pisztrángos tó. Na ne csúfolódjunk, ne csúfolódjunk! Információs tábla, Óbányai falusi. Pisztrángostól. És a kis patak egy része, ami a pisztrángos táblája. Totem oszlop. Megérkeztünk a patak völgyébe. Tiszta vízű. Nem keveredik semmivel itt. Majd itt biciklivel egy kicsit problémás lesz menni, majd tóni kell. Na ez a fa megreppente. Thank you.
fém játszik a patak vizén. Na, majdnem padlót fogtam. Össze két macska őrizte a kaput. Hát bizony, patakon át kell kelni néhány helyen. Nem egyszerű. Ott fönt menjetek átta. Az ősszel lefényképezett völgy. Most másik ruháját mutatja. Táj. Még egy kis felhő is kerültem így a nap felé. Kép szép napos idő van. És végig a patak mellett vizesés áll. Nem sokára a ferdevizeséshez érünk.
kis zenei aláfestésünk. Megnyugtató sétálni ebbe a völgybe. Patakcsomogás, madárcsicsergés. Friss szellő, friss levegő. Nagyon szép. Mennyi gomba van a fán. Már van lemenni. Kicsit csúszós, csak nem kerülök a patakba. Gyönyörű ez a vízesés. És a patak arra elszáll.
furcsa látvány, a levelek felfele mennek, nem leesnek, mindössze. Feltámadt egy kicsit a szél. Gyönyörűek a fények, árnyékok. Szépen süt a nap. Látszanak a rétegek ilyen ferdén. Ez még nem a ferdevizesés, de nem rövidesen odaérünk. Lemennek odáig. Nem futok azért, nem fogok elfutni azért, hogy én... Két hónap múlva, ha jövünk, akkor megcsináljuk a képeket úgy, akkor már kizöldül. És már... Hát még csak felé a úton sem vagyunk talán. Egész nap menni fogunk. Hát egy kicsit a patak medrébe kell gyalogolni. Körről körre mászkál. Kicsit. Becsapott a víz? Belement a cipődbe a víz? Figyeld, mik vannak ott a vízen, na. A izék, a molnárka, vagy mi a manu, az a... Táncolnak a vízen. Könnyező szikla, ha jól tudom. De nem vagyok benne biztos. Íves és kis hígyak.
könnyező szikla, most már biztos, hogy az. Hogy mozog? Nem gyorsan, mert... Idegesít? Ha minden igaz, akkor az orvosi tüdőfüle. Nem hoztuk el a növényhatározót. De majd otthon megpróbáljuk és utána nézünk. Ott, amely tegnap is, ahol voltam. Bringával, ahol voltam, az is. Ott az Icsi erdő is tele volt vele. Rövidesen Kisújványára érkezünk. Egyébként itt van a ferdevizesés. Ha kértek róla fotót, de Gergőnek nincsen. Ősszel még ez a fa nem volt itt kidőlve. És ez a híres ferdevizesés. Hát... Vannak a sziklák, olyan, mintha az egyet volna, két sziklóval, vagy egymásnak azt a volna ilyen külalakokat. Ez ugye nem embert is csinálni, mert...